Sziasztok, én Bence vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix, amiben szó lesz arról, hogy véget ér az Arcane és a The Boys, hogy a játékosok jelentős része nem játszhat az Elden Ring DLC-jével, és hogy merre indulhat tovább a Bad Boys franchise. Lássuk is a híreket! Szinte egyszer érkezett a hír, hogy két közkedvelt sorozat is véget ér. A League of Legends világában játszódó Arcane a novemberben érkező második évaddal fejeződik be, a héten visszatér The Boys pedig az ötödik évaddal zárul. Hogy lehet ezeknek vége, miközben mindkettő óriási siker? Kérdezhetnénk, de az idézőjeles kaszára mindkét szériánál van magyarázat, méghozzá nagyjából ugyanaz. Az Arcane kapcsán Chris Chilling, a sorozat társalkotója elmondta, hogy az indulás óta nagyon konkrét elképzelésük volt a történet befejezését illetően, és annak ellenére, hogy Jinx és Vi sztória véget ér, a látványvilágért felelős francia Fordi stúdióval közösen újabb LOL karakterek történetét fogják elmesélni sorozatos vagy filmes formában. Eric Kripke, a The Boys megalkotója is valami hasonlóval indokolta azt, hogy a szuperhősös sorozata befejeződik az ötödik évaddal. Mindig is ez volt a tervem, nyilatkozta az alkotó Twitteren arra utalva, hogy így sem idő előtti befejezésre számíthatunk. Az utolsó etapot egyébként már idén novemberben elkezdik forgatni, 8 epizódot terveznek, melyek 2025 közepén debütálhatnak a Prime Videón. A V-generációhoz hasonlóan több spin-offban gondolkodnak, melyek tovább fűzhetik a Vogue International világának véres morbid univerzumát. Már csak napok választanak el minket az idei év egyik legjobban várt kalandjától, az Elden Ring gigantikus kiegészítőjétől, ám jelenállás szerint a felhasználók többsége el sem tudja majd indítani a Shadow of the Erdtree-t június 24-én a megjelenés napján. Ennek ugyanis két fontos követelménye van, jelesül két fő ellenfelet, Starscourge Radant és az opcionális vagy a sztori lezárásához nem kulcsfontosságú Maug Lord of Bloodot mindenképpen le kell nyomni ahhoz, hogy megnyíljon az újdonságokat rejtő terület. Elsőként Kókárni streamer osztotta meg az Exen, hogy a Steam Achievement listája szerint a játékosok több mint 62%-a nem felel meg ennek a követelménynek. Ezt az üzenetet az Elden Ring kiadója, a Bandai Namco is megosztotta barátságos figyelmeztetésként. Majd a trueachievements.com oldal világított rá, hogy konzolokon még rosszabb a helyzet, ugyanis Xboxon a felhasználók 77%-ának, míg PlayStationon 65%-ának hiányzik a szükséges trófea a kezdéshez. Persze a megjelenésig még bőven van idő pótolni ezeket a hiányosságokat, és utána is bármikor teljesíthetjük a bosszok leverését, de érdekes lesz látni, hogy mit kezdenek majd a játékosok a helyzettel a kiegészítő premierjéig. No és ti hogy álltok ezekkel a fő ellenfelekkel? Megcsíptétek már őket? Egyáltalán érdekeltiteket az Elden Ring kiegészítője? Írjátok meg a kommentekben! Most pedig jöjjön néhány villámhír, no meg lássuk azt is, milyen akciókkal vár az IGN Shop. Augusztus 2-án kerül fel a Netflixre a kétrészes Rebel Moon szexibb, véresebb változata, méghozzá Chalice of Blood és Curse of Forgiveness címmel. Az előbbi 201, az utóbbi 170 perces lesz, tehát együtt közel 6 órát rabolnak majd el az életünkből, feltéve ha adunk esélyt a vágatlan bővített változatoknak. A játékosoknak igencsak felszaladt a szemöldöke, mikor a Call of Duty Black Ops 6 Xbox oldalán az az információ jelent meg, hogy az FPS majdnem 310 GB helyet követel magának Series S és X konzolokon. Az Activision azonban gyorsan tisztázta a helyzetet, akkor foglal csak ennyi helyet a játék, ha mellé a Modern Warfare 2-t, a Modern Warfare 3-at, a Warzone-t, illetve az összes ezekhez tartozó csomagot is telepítjük. Hogy pontosan mekkora lesz a Black Ops 6, az még nem derült ki, de a hivatalos PC-s gépigény szerint 149 GB-ot igényel, amennyiben a COD Headquarters-t és a Warzone-t is felrakjuk mellé. A Pixar vezetője szerint az ő filmjeikből nem fog élőszereplős változat készülni. Az, amit csinálunk, javarészt csak az animációs világ szabályai miatt működik. Szóval, ha egy ember besétál egy lebegő házba, rögtön arra gondolsz, várjunk csak, a ház súlya nagyon nagy, hogy emelhetik fel léggömbök. De ha egy rajzolt ember áll a házban, azt mondod, oké, ezt beveszem. A világok, amiket építünk, nem fordíthatók le egyszerűen az élőszereplős film nyelvére. Magyarázta Pete Docter a felcímű klasszikusuk példájával élve. Az Xbox vezetője Phil Spencer egy interjúban odaszúrt a PlayStationnek a Call of Duty korábbi exkluzív tartalmai miatt, mondván, hogy az ő cége bizony nem kíván ilyen tenyérbe mászó platformos megoldásokat alkalmazni a széria kapcsán. Ez a kijelentés persze sok rajongót felpaprikázott a kékeknél, olyannyira, hogy a PlayStation korábbi vezetője Sean Layden egy sokat mondó giffel reagált rivális kollégája megjegyzésére. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy az Xbox tényleg tartja magát a jövőben is a most megfogalmazott szemléletéhez. Sorozatváltozat készül Denzel Washington akciófilmes klasszikusából a Tűzben edzett férfiből, méghozzá Jaya Abdul Mateen The Second főszereplésével. A széria a film alapjául szolgáló regénysorozatból készül. A showrunner a Halo-t is jegyző Kyle Killen lesz. A 8 részből álló első évad első két részét Stephen Gable Jr. a Creed 2 rendezője veszi majd kezelésbe. Remek hírt közölt a játékosokkal a PlayStation Magyarország Facebook oldalán, ugyanis a cég következő exkluzív címe a szeptember 6-án debütáló Astrobot is magyar felirattal kerül majd hazai forgalomba. Külön öröm, hogy az első beszámolók alapján zseniálisan sikerült a 3D-s platformer új felvonása, több újságíró szerint is a Mario játékok színvonalával vetekszik az hobbi alkotása. Az IGN Shopra pedig érdemes felnézni, ugyanis most hatalmas LED lámpa akciót tartunk, szóval akár 30% kedvezménnyel is választhattuk a kínálatunkból. Hajrá!
Megérkezett a Bad Boys 4 a mozikba, és nem kis túlzás azt állítani, hogy megmentette a nyarat. A film ugyanis több mint 56 millió dollárral nyitott Amerikában, de nálunk is közel 62 ezer néző csalt be első hétvégén a mozikba. A harmadik és a negyedik etapot rendező Adliel Arbi és Bilal Fala a következőt nyilatkozta a meglebegtetett folytatással kapcsolatban. Nemzetközi vizekre kell leveznünk vele. Még nem láttuk ezeket a rossz fiúkat Londonban, vagy Párizsban, vagy akár Ázsiában sem. Szóval mi készen állunk erre. Ugyan a főhősök már a második résznél is elhagyták egy rövid időre az USA-t, de igazából egy ízig-vérig nemzetközi kalandra eddig még nem került sor a franchise történelmében, szóval igaza lehet a rendező párosnak. Ideje lesz nemzetközi vizekre elvezni. Ehhez persze a színészekre is szükség lesz. Ezzel kapcsolatban Martin Lawrence és Will Smith is egyaránt lelkes, de úgy vélik, mindenképpen kell a filmhez egy jó ötlet. Én soha nem akartam olyan fickó közé tartozni, akik csak azért gyártanak folytatásokat, mert tudják, hogy majd jegyet váltanak rá az emberek. Én azért akarok folytatásokat készíteni, mert ezekkel van valami mondani valóm, illetve a karakterek tartanak, fejlődnek valahová, és ez izgalmas, ez szórakoztató nézni, talán egy kis segítséget is nyújt a nézőknek. Fejtette ki Smith, Lawrence pedig a következőt tette hozzá. Mi mindig pokolian jól szórakozunk, amikor forgatjuk ezeket a filmeket, és meg kell adnunk a rajongóknak, amit akarnak. Will és én imádunk együtt dolgozni, szóval amíg a fanoknak van rá igénye, amíg akarják, addig újra és újra megpróbáljuk őket kiszolgálni. Ugyanakkor azt még meglátjuk, mi lesz a folytatással. Tudod, hogy én soha nem mondom azt, hogy soha, ám kell, hogy legyen valami értelme is ennek. Ha rajongóknak igénye van rá, akkor tudod, hogy vissza fogunk térni. A PlayStation május végi előadásáról már beszámoltunk nektek egy korábbi Weekly Fix epizódban, de ezzel nem ért véget a videójátékos prezentációk időszaka, sőt több nagy kiadó is izgalmas előadásokkal rukkolt elő. A Summer Game Fest alkalmával mutatkozott be például a LEGO Horizon Adventures, ami 2024 végén érkezik, és a PlayStation szériájának világában kínál egy hamisíthatatlan kockakalandot. Megtudtuk, hogy készül a Civilization 7. felvonása is, igaz, erre várnunk kell egészen 2025-ig. Az Xbox fergeteges konferenciát tartott, ezen pedig többek között bejelentették a Doom the Dark Ages-t, amiben a Doomguy kvázi középkori lovaként aprítja a démonokat körfűrészes pajzsával. De érkezik a kiadó legendás sorozatának, a Gears of War-nak az új felvonása is, idei alcímmel, amiben a fiatal Marcus Phoenix-el indulhatunk harcba a Locust hordák ellen. A Life is Strange sorozat is visszatér, méghozzá az első rész sokak által kedvelt főszereplőjével Max Caulfield-el, aki a Double Exposure-ben egy alternatív dimenzióban nyomoz a barátnője gyilkosa után. De végre játékmenet videón is megmutatta magát a nagyon régóta készülő Perfect Dark is, és azt kell, hogy mondjuk, ígéretesnek tűnik a kémes akciójáték feldolgozása. Az október 25-én debütáló Call of Duty Black Ops 6 pedig külön szegmest kapott, amiben gyakorlatilag mindent megtudhattunk a shooterről, ami a Game Pass kínálatába is azonnal bekerül majd. A Ubisoft sem maradt ki a buliból. A Forward előadásukon ugyanis alaposan bemutatták a hamarosan érkező Star Wars Outlaws-t és a Japánban játszódó Assassin's Creed Shadows-t is. Kiderült, hogy az Avatar Frontiers of Pandora július 16-án történetmesélős DLC-vel bővül ki, The Skybreaker címmel. A teljesen újrakezdett Prince of Persia The Sands of Time remake-ére azonban még várnunk kell, ugyanis az majd csak valamikor 2026-ban jelenik meg. Nektek melyik volt a kedvenc bejelentésetek az idei játékbemutatón? Jöhetnek a kommentek! Ennyi volt a Weekly mára, köszönöm a figyelmeteket, de ha már itt vagytok a csatornánkon, akkor nézzétek meg az Agymanó 2 spoilermentes kritikáját, illetve azt a videónkat, amiben elmeséljük nektek, hogy milyen lesz a Star Wars Outlaws. A jövő héten is péntek délután 17 órakor jelentkezünk a Weekly-vel, addig így sziasztok!